módosultak a jogosítvány megszerzésének a szabályai. Legalább 580 kilométert kell vezetni annak, aki B-kategóriás vezetői engedélyt szeretne kapni. 4000 kilométer biciklinyerekben. A gödöllői Almási Attila és a váci Vég Tibor idén szeptemberben 27 nap alatt teljesítette ezt a távot Olaszországban. Veszélyes a digitális világ. A Z-generációnak, azaz a mai tizenéveseknek már külön online életük van. A szülőknek ezt is meg kell érteniük, családban erről is beszélni kell. Ez is kiderül Tari Anna Mária pszichológus Kartali előadásából. A Pest megyei 6-os számú egyéni országgyűlési választókerületben a helyi Fidesz csoportok egyöntetűen Vécsei László jelenlegi képviselőt ajánlották a Fidesz képviselőjelöltjének a 2014-es választásokra. Vécsei László azt mondta, a 2014-es választásoknak az a tétje, hogy a Fidesz le tudja-e zárni végleg a posztkommunista átmeneti periódust Magyarországon. Fél évszázada épült fel az Aszódi STK, vagy ahogyan ma hívják, rendelőintézet, sajátos körülmények között. A kommunista rendszer lerombolta az Aszódi templomot, annak tégláiból építették meg az STK-t. Állománygyűlést tartotta a történelmi vitézi rend Közép-Magyarország keleti törzsszéke Gödöllőn, a Premontrai gimnáziumban október végén. Többen részesültek kitüntetésben.